Köszöntöm nézőinket, önök a Telena magazint látják, én Bence Péter vagyok. Mutatom, mikkel készültünk a következő percekre. A forradalomra és szabadságharcra emlékeztek. Gyerekek rajzait várta a magház. Nőnap alkalmával köszöntötték a vándorló szépkorúak baráti körének hölgytagjait. Vízre szálltak a tolnai kajakkenu SS sportolói. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztek Tolnán. Az eseménynek a magház adott otthont, majd a résztvevők átvonultak a Szent István Parkban felállított 48-as emlékműhöz és elhelyezték koszorúikat. A Bogyiszlói zenekar műsorával kezdődött az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megemlékezése Tolnán. Az eseményen Appelszófer Ágnes polgármester mondott ünnepi beszédet. Ma az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezünk. Azokra az ismert és névtelen hősökre, akik legdrágább kincsüket, az életüket is készek voltak feláldozni a magyar szabadságért. Megemlékezünk és ünnepelünk, miközben belépünk a történelembe, és annak máig tartó tanulságait is összegezzük. Ha visszaforgatnánk az időkerekét, az 1800-as évek elején egy elavult, kiszolgáltatott, feudális állapotok uralta országban találnák magunkat. Vas Albert szavai jutnak eszembe. Ha őseink is elszaladtak volna, valahányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. A reformkor nagyjai azonban itt maradtak, fontosnak érezték a hon ügyét, a változás irányát, és sarokpontjait gróf Széchenyi István jelölte ki 1830-ban. Felnyitotta a nemesség szemét, és ráébresztette a nemzetet, hogy a polgári átalakulás elkerülhetetlen fennmaradásunk érdekében. A reformkornak köszönhetjük himnuszunk, nemzeti imádságunk születését, zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, és azt, hogy országunk hivatalos nyelve a latin helyett a magyar lett. Elindult a gazdasági fejlődés, és megteremtődött a nemzet egysége. És amikor a kezdeti sikerek megtorpanni látszottak, ők akkor sem riadtak vissza, hisz szívükben ott volt a szabadság iránti kitörölhetetlen vágy, a fejlődés és a modernizáció igénye, a nemzeti tudat érzése. A polgármester úgy fogalmazott, hogy a szabadságot nem osztogatták, nem adták ingyen. Azt az alkotni képes, a közös célokért tenni akaró egyének összefogása teremtette meg. A forradalmárok jól tudták, erejük megsokszorozódik, nagy dolgokra képesek, ha összefognak. Bebizonyították, hogy bár egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Így vált 1848 óta a nemzet összetartozásának tudata a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. A forradalom és szabadságharc a hatalmas túlerőnek köszönhetően ugyan elbukott, a küzdelem azonban nem volt ki hiába való. A magyarság megmutatta a világnak, képes az összefogásra, képes arra, hogy egyszerre két nagyhatalommal is küzdve letegye önállóságának alapjait. Hazánk visszafordíthatatlanul a polgári fejlődés útjára lépett. Nem feledhetjük gróf Széchenyi Istvánt, aki egy teljes évi jövedelmét ajánlotta fel Magyarországért. Kossuth Lajost, aki alkut nem ismerve tartotta össze és lelkesítette magyarok millióit. Hálával tartozunk azoknak az ismert és névtelen hősöknek, akik önzetlenségükről tettek tanúbizonyságot, amikor életüket áldozták fel a magyar szabadság és fejlődés szentügyéért. Nemzeti ünnepünk alkalmából nem csak kívül, de legbelül a lélek is ünneplőbe öltözik. Kitűzzük a kokárdát, emlékezve a bátrakra, a megemlékezésen kívül azonban számot is kell vetnünk magunkkal. Méltó örökösei vagyunk-e 48-nak? Vajon mi sem engedünk a 48-ból?
Mit tettünk azért, hogy a ránk bízott örökséget megőrizzük, új tartalommal és értékekkel gazdagítsuk, gyarapítsuk? A mai nap kapcsán számos kérdés merül fel bennem. Hányan érzik magukénak az ünnepet és emlékeznek? Beszélünk-e otthon meghatározó nemzete ünnepeinkről? Tisztában vannak-e gyermekeink azzal, hogy mit jelent a kokárda, mi történt 1848-49-ben? Ismerik-e a Kossuth nótát? Tudják-e, ki volt lánglelkű Petőfi? Hogyan született a nemzeti dal? Mit köszönhetünk a márciusi ifjaknak? Nem véletlenül adta útmutatáshoz Széchenyi, tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Úgy vélem, ha ifjúságunk nincs tisztában a múltukkal, nem tanulja meg történelmünket, akkor a nekünk legnehezebb időszakban sem lesznek márciusi ifjaink, előbb-utóbb nem lesz kinek tartani az ünnepeket, nem lesznek megemlékezéseink, múltunk a feledésben merül, és így a nehéz időkben nem lesz hová visszatekintenünk, nem lesz miből erőt merítenünk. A tanítást azonban nem lehet egyedül az iskolára hárítani. A nevelést otthon kell kezdeni, beszéljünk hát gyermekeinkkel, ünnepeinkről, hőseinkről, történelmünk meghatározó alakjairól, fontos, hogy érezzék a megemlékezés lényegét, tanuljanak elődeinktől. Az 1848-as fiatalok is tudtak szerelmesek lenni, tudtak mulatni, tudtak szórakozni, de tisztában voltak kötelességeikkel is. Ezért képesek voltak mindent háttérbe szorítva a hazájukat megvédeni, s ha kellett, még az életüket is áldozni érte. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 48-asok által megkezdett út és megálmodott állam a magyar szabadságról és a magyar hazáról nem ért véget. Nekünk az a szerencsés időszak adatott, hogy szabadon élhetünk ma. A szabadságért nem kell olyan áldozatot vállalni, amilyet a 48-49-es hőseinknek kellett. Nekünk nem kell felforgatni a világot, és szívből remélem, nem kell a harcmezőre vonulni. Azonban felelősséggel tartozunk magyarságunk, az azt megtartó keresztény értékek megmaradásáért. Hittel, akarattal, kitartással, kart kartba ölve, síkra kell szállni elveinkért, meg kell őriznünk szabadságunkat. A város vezetője ünnepi beszédében kiemelte, hogy a márciusi ifjakkal kezdve 7 nemzedék adta vérét és életét a nemzet szabadságáért azért, hogy nekünk már ne kelljen. Nekik tartozunk azzal, hogy a béke oldalán állunk, felelős döntéseket hozunk, és mindig a szabadságot, a nemzet iránti hűséget választjuk. Az esemény lezárásaként a város vezetői és a társadalmi szervek és intézmények képviselői megkoszorúzták a Szent István Parkban álló 48-as emlékművet. A nap további részében a Mözsi Emlékparkban szintén műsorral és koszorúzással tisztelegtek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. Óvodás és általános iskolás korú gyerekek számára hirdetett rajzpályázatot a Tolnai Kulturális Központ a forradalomhoz kapcsolódóan. A beérkezett pályaművekből a legjobb alkotásokat ki is állították a Magházban egy nappal a nemzeti ünnep előtt. A Tolnai Kulturális Központ hirdetett rajzpályázatot az 1848-as 49-es forradalom és szabadságharc emlékére. Óvodások és alsó tagozatos iskolások vehettek részt a versenyen. Régi kort is szerettem volna így lerajzolni, hogy mi történt így régen, hogy így nem egy rajzot csináltam, vagy például lerajzoltam Petőfi Sándort, vagy ilyesmit, hanem hogy így ugye lerajzoltam a csatornájánatot, meg egy ilyet, tehát hogy ez így ilyen kétjelenítes rajz. Igazából témabeli megkötés nem volt, úgy dolgozhatták fel a szabadságharc és forradalom témáját a gyerekek, ahogy a kedvük tartott, amit ők fontosnak tartanak ebben a történelmi eseményben.
A Kulturális Központ a pályázataival rendszeresen részt vesz a városi programokban, rendezvényekben. A szervező elmondta, mi a célja ennek a rajzpályázatnak. A gyerekekkel is próbáljuk feldolgozni ezt az ilyen történelmi eseményeket, illetve ápolni a történelmi hagyományainkat és a kultúrát. Az indulók rajzoláshoz és festéshez használatos eszközöket nyerhettek, amikkel további alkotásokat készíthetnek majd a jövőben. Elsősorban ilyen rajzpályázatok kapcsán próbálunk olyan ajándékokat összeállítani, amivel segíteni tudjuk a későbbi művészeti kibontakozásokat, tehát rajzoláshoz és festéshez használható eszközöket kapnak elsősorban, mellette egy kis édességet. Az eseményt követően még több programmal várja a Magház a gyermekeket és a szülőket is egyaránt. Márciusban lesznek még programjaink. Kovács András Péter humorista fog a Duma Színház keretében előadást tartani március 31-én. Áprilisban pedig szintén a gyerekek számára fogunk írni versmondó versenyt a Költészet napja alkalmából. Az elkövetkező előadások és pályázatok is a Tolnai Kulturális Központban kerülnek megrendezésre. Most rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A DKC Hungária Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat keres, lézervágó lyukasztó gépkezelőt kiemelt bérezéssel, három műszakos munkarendben, illetve élhajlító gépkezelőt. Ha elmúltál 18 szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, ha vállalnál egy-két műszakot és fontos számodra a pontos munkavégzés, akkor önéletrajzoddal az ildikó.bálónékukac@dkcungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 71-30 Tolna belterület 970-110-es szám alatt. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. Nőnap alkalmából köszöntötték a Vándorló Szépkorúak baráti körének hölgytagjait. Az eseményre a Tolnai Idősek klubjából is érkeztek vendégek. Az úriemberek igazán kitettek magukért, hiszen többfogásos ebéddel készültek. A Nemzetközi Nőnap a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak ünnepe. Az első eseményt 1909-ben tartották meg az Egyesült Államokban, akkor még február utolsó vasárnapján ünnepelték a hölgyeket. Március 8-ára 1913-ban került az időpont. Erről Tolnavárosban sem feledkeztek meg, vagyis a Vándorló Szépkorúak baráti köre biztosan nem. A hölgyeket köszöntjük ma, immár ez a második alkalom, tavaly volt az első, akkor 31 néhányan voltunk, de most nagyon-nagyon sokan vagyunk, 95-en vagyunk. Meghívtuk a Árpád utcai idősek tagjait is, akik nap mint nap hazajárnak, csak napközben vannak ottan.
90%-a hölgy, és úgy gondoltuk, őnekik is egy nagyon szép napot fogunk szerezni ezzel a mai ünneppel. 65 hölgy jelezte, hogy eljön, de nem csak kimondott a hölgyek, minden csoportásunkat szeretettel vártuk, most a férfiak tesznek, dolgoznak a hölgyekért, megérdemlik, olyan sok szépet, olyan sok jót adnak nekünk, ők gondoskodnak minden nap rólunk. Gyermekeink, anyjuk, nagymamájuk, unokáinknak, ez a nap az övék, őnekik kedveskedünk. Ma egy disznótoros fog lenni, decemberben vágtunk egy nagyon szép disznót, és abban még mindig van sült kolbász, sült hurka lesz, különböző hidegtálak, sajtál lesz, füstölt kolbászokból is csináltunk különböző hidegtálakat, párolt káposzta, kétfajta párolt káposztával kedveskedtünk, krumpli salátával, és majd meglepetésképpen nem virággal fogok kedveskedni, vagy a férfi társaimmal nem virággal, hanem egy nagyon finom desszerttel. Az életünk része, mindent őnek köszönhetünk. Ők gondoskodnak nap mint nap rólunk, hogy tiszta ruhában legyünk, tiszta lakásba menjünk haza, meleg étel legyen, a szeretet, a boldogság. Csak őnek köszönhetjük. Nem csak. Én úgy vagyok vele, hogy minden nap a nőkről szól, mindig valamivel kedveskedünk. Egy jó szóval, egy öleléssel mindig kedveskedünk. Főleg él a hölgy csoportársaim, mindent megteszek értük. A résztvevők nagy örömmel fogadták, hogy gondoltak rájuk a jeles napon. Nagyon meg vagyunk ellepődve, tényleg. A szép terítés, meg minden nagyon, nagyon szép. Ritkán van ilyen meglepetésben részünk, szerintem. Akkor feldobták a napját. Igen. Igen. Berta Zoltán alpolgármester Antóni Sándor soraival méltatta a Vándorló Szépkorúak baráti körének és az idősek klubjának női tagjait. Férfiként be kell, hogy valljam, úgyis, mint fiú, úgyis, mint férj, úgyis, mint két leánygyermek édesapja, hogy mi úgy gondoljuk, hogy mi már mindent tudunk a nőkről. Mi már megismertük őket. Azonban nap mint nap rá kell, hogy jöjjünk, hogy a nők mindig egy új, egy meglepetés, egy varázslat számunkra. Minden nap tudunk valami újat tanulni a hölgyekről, minden nap tudunk valami újat tanulni a hölgyektől. Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk titeket, kik az élet viharában is velünk vagytok szüntelen. Talán nem is tudjuk mindezt megköszönni, de szívből tudunk mindezért szeretni. De szívből tudunk köszönet és hála nektek mindenért, a jó Isten áldása szálljon rátok mindezért. Életünkben göröngyös út is vezet. Velünk vagytok akkor is, és nyújtotok kezet. Szeretettel és hálával tartozunk néktek, kik az életünket szebbé és boldogabbá tettétek. Nagyon sokat köszönhetünk mindent, az egész életet, szóval ezt nem lehet úgy csak mismásolni, mert tényleg a nők, hölgyeknek köszönhetünk mindent. Több mint 100 éve ünnepeljük a nőnapot, és hogy teljesen más volt az akkori nőnap, meg az apropó, ugye ott a női egyenjogúságért folytatott harc miatt indult ez a mozgalom, és most gyakorlatilag én úgy érzem, hogy eltelt több mint 100 év, és most legalábbis ezen a napon talán a tenyerükön hordoznak bennünket a férfiak. Én kívánom mindannyiunknak, most hölgyeket mondok, hogy mindannyiunknak kívánom, hogy találjuk meg azokat a férfiakat az életünkben. Legyen az a párunk, a szülőnk, a gyerekünk, az unokánk, a szomszédunk, a munkatársunk, vagy az elnök úr, vagy a politikusaink. Találjuk meg azokat a férfiakat, akik bennünket nővé tesznek, mert hogy a férfiak nélkül nincsenek nők, én azt gondolom. Én mindenkinek, aki nő, azt kívánom, hogy a férfiak hordozzanak a tenyerük bennünket, és mi meg fogjuk ezt hálálni, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy akár minden nap nőnek érezhessük magunkat mellettük, hiszen
muszáj a férfiakat nekünk is a tenyerünkön hordoznunk. Én azt gondolom, és bízom abban, hogy mindannyian meg is tesszük ezt. Én a magam részéről az én férfiaimat a tenyeremen hordozom. Úgyhogy remélem, hogy ez a szimbiózis, ez örökké fog tartani. Az eseményen részt vett Horváth István, Tolna vármegye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki egy-egy virággal kedveskedett a vendégeknek. Én azért jöttem, hogy átadjam nőnap alkalmával Zoltánnak közösen azokat a virágokat, amelyeket ilyenkor mi férfiak megtiszteljük önöket ezekkel a virágokkal. Törekedtünk arra, hogy ezek a virágok itt a Mözsi kertekbe keljenek, úgyhogy Mözsről érkeztek a virágok, és mindig nagy megtiszteltetés ezen az ünnepi pillanatban átadni ezeket a virágokat a hölgyek részére. Én nagyon szeretném megköszönni Jánosnak azt az együttműködést, amelyet az elmúlt időszakban ki tudtam önökkel alakítani. Bizonyos egyik projektje volt ugye a Mága koncerten lévő aktív részvétel. Én bízom benne, hogy jól érezték magukat, és ugye az az ígéret, amikor itt Tolnán voltunk egy jó egy évvel ezelőtt, akkor ugye Mága Zoltántól én kértem jegyeket, és ezeket szerettem beváltani, és öröm volt számomra, hogy önök nagy számban részt vettek ezen a Mága koncerten. És szeretném a következő kívánságokat is teljesíteni. Ha jól tudom, akkor ősszel jönnek a parlamentbe. Ott mindannyiukat szeretném meghívni, akik ebben részt vesznek. A parlamenti belépés költségeit azt én állom. Ha van arra lehetőség, akkor még a személyes tárlatvezetésben is szeretnék részt venni. A Tolnai Vándorló Szépkorúak baráti körének nőnapi köszöntő programja egy jó hangulatú ebéddel zárult. A jó időnek köszönhetően néhány napja vízre szálltak a tolnai kajakkenőeses sportolói. Egy edzésükre látogattunk ki, ahol az idei tervekről kérdeztük Barina József mesteredzőt. Gőzerővel készülnek a tolnai kajakkenőeses sportolói az idei szezonra. A márciusi jó időnek köszönhetően néhány napja már az edzőtermet is elhagyhatták, és újra vízen tréningeznek. Tolnán az 1970-es évek második fele óta beszélhetünk aktív helyi kajakkenu sportról. Az indulásnál ugyanúgy kulcs szerepe volt Barina Józsefnek, mint manapság. Az ország legrégebb óta folyamatosan működő egyesülete az évtizedek alatt megszámlálhatatlan hazai és nemzetközi sikert ért el, most pedig a tavaszi versenyszezonra készülnek. Az első verseny az március másodikán Szerbiában lesz. Bezdánba, oda megyünk, hagyományosan mindig ott kezdődik a versenyidényünk, és utána pedig Tolnán lesz verseny 15-én országos verseny az utánpótlás részére. Az egyesület kimondottan nagy létszámmal működik. A kemény mag naponta akár kétszer is edz, de sokan vannak olyanok is, akik hobbi szinten a fizikumuk karbantartása véget látogatják rendszeresen a Holduna parti bázist. 70 körül vannak szabadidősök is, de versenyzők is szép számmal. Hát ők is szeretnének majd ilyen eredményeket elérni, de most még fiatalok, de vannak azért, hogy válogatott is van, meg a kicsik között vannak ügyesek, tehetségesek. Heti 8 edzés van 3 hétig. Kétszer reggel is iskola lett kedden és csütörtökön, és a negyedik héten pedig csak 5 edzés, az ilyen könnyebb hét, hogy összeszedjék magukat a sportolók. A vízen pedig ugyanígy, tehát kedden, csütörtökön reggel edzések vannak, akkor még erősítünk, de áprilisban akkor is már evezni fogunk reggeli edzéseken is. Itt fog eldőlni, hogy a maraton világbajnokságon ki képviseli hazánkat, az ifjúságiaknál és a felnőtteknél. Tehát az első két helyzet fog utazni a világbajnokságra. Már többször rendeztünk ilyen verseny, és nagyon szeretik ezt a vizet is, jó a futópálya, és ugye futni is kell a hajóval, és reméljük, hogy sikeres lesz. Természetesen a már hagyományos nyári tábort is megszervezik 2023-ban Tolnán.
Nyári táborokat szervezünk, egy 3 heteset mindig a gyerekeknek. Onnan szeretnénk meríteni, hogy ne az iskolában magyarázzuk el, mi ez a vízenjárás, meg a vízisport, hanem itt a nyári táboron megismerkedtek a Dunával, az evezéssel, sárkányhajóznak, túrakenúznak, fürdenek, horgásznak, tehát hogy kedvet kapjanak ez a sportákhoz. Tolnán tehát már javában készülnek az idei versenyszezonra, és még lehet jelentkezni a táborokba is. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!